Sziasztok, szép jó estét kívánok mindenkinek, ez így oké, itt a Petőfi TV-n, és ma este azt gondolom, hogy egy olyan témát érintünk, akivel mindenkinek van kapcsolódása, de sokaknak az evés egy örömforrás, egy boldogságot jelent, kulináris élvezetet, és másoknak pedig mondhatnám azt, hogy egy hihetetlen ellenség, egy olyan dolog, ami ellen küzdeni kell akár egész életen keresztül. Ezt a témát fogjuk most gorcsó alá venni két vendégemmel, Gyányi Andreával és Karvalics Eszterrel. Szervusztok, jó estét kívánok! Üdvözöljük a nézőket! Először is egy picit próbáljuk megfogalmazni azt, hogy mit is jelent az, hogy mondjuk evészavarral küzdünk, mert hogyha azt gondolom, hogy ha most én evészavart kiejtem, akkor a legtöbb nézőnknek majd az anorexia ugrik be, és csontsovány hölgyekre gondolunk. Alapvetően igazad van, meg az nézőknek is igaza van, ha az anorexia ugrik be, mert az is egy evészavar. Alapvetően evészavarnak a táplálékfelvétel viselkedéses zavarát tekintjük. Hárommal érdemes foglalkozni, ami talán az evészavaros betegeknek a nagy részét is érinti, ez az anorexia nervóza, a bulimia nervóza és a falászavar. Ezen kívül még vannak evészavarok, de azokkal szerintem most talán kevésbé érdemes foglalkozni. Ez a három nagy csoport van. Mitől alakulhat ki evészavar egy emberbe? Most arra gondolunk, hogy evészavar, még általában nem is a férfiak ugranak be, bár azt gondolom, hogy a férfiaknál is ugyanúgy előfordulhat ez a probléma, csak lehet, hogy mondjuk annyira nem vesszük észre, vagy nem találkozunk olyan gyakori esetekkel. Alapvetően szerintem azért egy elég gyakori jelenségről van szó, annak ellenére, hogy a legtöbb ember, akinél sajnos ez előfordul, valószínűleg a nagy többsége nem is veszi észre saját magán. Tehát nagyon sok esetben olyan esetekkel találkozok én is, akár a vendégeimnél, akár bárki ismerősnél, hogy fennáll a zavar, fennáll a probléma, viszont az ember saját maga sem veszi észre tulajdonképpen, hogy ebben szenved. A kialakulását illetően pedig rengeteg oka és előzménye lehet annak, hogy ez kialakul az emberekben, akár a soványság internalizációja, társadalmi nyomások, mert alapvetően itt igaz, hogy ugye a táplálékfelvétel zavaráról beszélünk, de ez alapvetően nem csak az, hogy valakinek rossz étkezési szokásai vannak, hanem az emögött meghúzódó mentális diszfunkció és mentális betegség tulajdonképpen. Igen, alapvetően sose lehet visszavezetni egy okra az evészavar. Tehát ha valakinél bármelyik fajtája fennáll, úgy szoktuk, ez egy olyan gyönyörű kifejezés, hogy biopszichoszociokulturális háttere van az evészavaroknak, tehát hogy sokféle tényező, sokféle együttállás szükséges ahhoz, hogy sok tényezőnek az együttállása, hogy kialakuljon valakinél evészavar. Vannak hajlamosító tényezők, vannak kiváltó tényezők, és vannak fenntartó tényezők, amik segítik, hogy fennmaradjon egy adott zavar. Nem is olyan rég folytattam egy beszélgetést gyerekpszichológusokkal, és akkor az önbizalom hiánynál jött elő az, hogy ez például evészavarral is járhat, tehát hogy mondjuk az iskolában egy önbizalom hiányos gyereknél például előjöhetnek evészavaros tünetek. Azt tudom, hogy te érintve is voltál valahol ebbe a történetbe, bár hozzá kell tennem, hogy szerintem már abszolút nem látszik rajtad, hogy neked volt ezzel a problémád. Nálad mi volt az oka, ami előhozta szerinted? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert az évek során én is nagyon sokat gondolkoztam ezen, és én sem tudtam visszavezetni nyilván egy okra. Nyilván benne volt a társadalmi nyomás, az önbizalom hiány, pont ez, általában ez a betegség amúgy kora serdülőkorban alakul ki, ahogy nálam is történt. Én 16 éves voltam akkor körülbelül, és nagyon maximalista voltam, perfekcionista, és egy ilyen kontrollmániát akartam gyakorolni az életem minden területén, saját magam fölött, és az egyik ilyen dolog lett az étkezés is, úgyhogy számos oka volt, és szerintem ezeknek így az összessége alakult úgy, hogy végül ez lett sajnos az eredménye. Azt mondhatjuk, hogy például ez azért lehet a fiataloknál, mert amikor valamit kézbe szeretne tartani az életében, mondjuk 10 éves korában, akkor ugye kevés dolog van, ami fölött ő saját maga dönthet, akár az, hogy mondjuk mit veszek, nincs keresete, még hasonlók, és akkor ez egy nagyon könnyű pont, hogy majd én az evésnél megfogom, mert ott viszont tényleg az fog történni, amit én akarok, annyit és akkor fogok enni majd, amikor én akarok. Nem is kell ilyen messzire menni, hogy nincs saját keresetük. Ugye itt beszéltünk hajlamosító tényezőkről és kiváltó tényezőkről. Ha most itt megragadjuk a serdülőkort és a kontrollt, akkor a serdülőnek mi a legfontosabb feladata, miért jelentkezik serdülőkorban ez a betegség? Azért serdülőkorban, mert ekkor feladata egy embernek, hogy leváljon a családjáról, hogy elkezdje az önálló életét, átlépjen a felnőtt életbe. Ez mivel jár?
elkezd felvenni felelősségeket az életben, elkezd egyre több dologban kontroll gyakorolni, önálló lenni. Látjuk azt, hogy az evészavaros családokban ezek akadályba ütköznek. Akadályba ütközik az, hogy támogatnák a felnőtté válását, a leválását, az, hogy kontrollt gyakorolhatna az életében. Nagyon sok kliensemnél lehet azt látni, az evészavarokat döntő többségében családterápiával próbáljuk megkezelni. És ezért családok jönnek hozzám, ott azért nagyon-nagyon jól látszik, hogy nagyon kevés dologban, tehát sok, a két véglet, vagy nagyon sok kontrollt gyakorolnak a családban a gyerek fölött, vagy nagyon keveset. Tehát így szabadjára engedik, és nincsenek meg azok a határok és keretek. Én a klienseimnek, meg a családoknak mindig azt szoktam mondani, hogy három fő dolog van, amivel rengeteget fogunk foglalkozni családterápiában, ez a felelősségvállalás, a kontroll és a határok. Mind a három téma érintett evészavarokban és érintett serdülőkorban. Ezeket kell a helyükre tenni, hogy megfelelő felelősség legyen a gyereknél, ne túl sok, ne túl kevés. Az nem jó, hogyha túl sok van. Evészavar nem alakul ki, és ez már egy hajlamosító tényező, egy érzéketlen embernél. Tehát csak olyan embereknél, olyan serdülőknél alakul ki, akik kellő érzékenységgel rendelkeznek, tehát olyanok a családban, mint egy érzelmi szeizmográf, hogy nagyon apró rezdüléseket is levesznek a családban, és arra nagyon intenzíven tudnak reagálni. Esztertem, azért itt volt egy megjegyzésed, hogy te sokszor észreveszed a pácienseidet, vagy azokon, akikkel foglalkozol, hogy már ott mintha jelentkeznének evészavaros tünetek. Ez mit jelent, hogy van egy állapot, amikor még valahol ez kézben tartható? Én még nem pszichológusként dolgozom jelenleg, hanem személyedzőként, és nagyon sokszor, amikor szóba kerül az étel vagy az evés, akkor a vendégeim hozzáállásán látom, hogy ott azért van valami és lapul valami, ami nem feltétlen működik jól. Ami ezekkel a baj szokott lenni, hogy ők ezt teljesen normálisnak gondolják, és az evészavaroknak talán az egyik leggyakoribb tünete, amit a legjobban elhanyagolnak, az, hogy az embereknek nincsen betegségtudatuk. Tehát ők nem érzik azt, hogy betegek. Nem érzik azt, hogy valami probléma van. És ugyanez volt velem is, amikor anorexiás voltam, hogy mindenki mondta, hogy csontsovány vagyok, úristen, hogy nézek ki, és majdnem bóknak is vettem, hogy jó, köszi, de azért még itt szeretnék egy kicsit fogyni. Tehát, hogy ők ezt nem tudják magukról, hogy ott valami nincsen rendben. És ilyenkor is nagyon fontos szerintem a környezet, hogy valahogy nyilván nem úgy, hogy figyelj, te szerintem anorexiás vagy, menj már el egy pszichológushoz, de hogy valahogy le kell ezt kommunikálni velük, mert amíg ők saját maguk nem jönnek rá, hogy valami baj van, és amíg ők saját maguk nem akarnak ez ellen tenni bármit is, addig be lehet őket fektetni a kórházba, és rá lehet kötni őket infúzióra, hogy ne halljanak meg, de addig nem lesz egy olyan változás szerintem, ami hosszú távon ki fog tartani, mert nagyon sok esetben visszaesés van, akár anorexiásoknál, akár bulimiásoknál, akár bármilyen evészavarról beszélünk, vagy az egyik evészavarból átesnek a másikba, és most csak a saját példámat tudom felhozni, hogy én anorexiás voltam, utána, amikor abból gyógyultam ki, akkor ortorexiás lettem, ami egy másik kétkezési zavar, ami annyira nem ismert, és utána megjöttek a falási rohamok, és így minden egybe. Tehát... Ezeket hány év volt így, ha összerakod így az összessel, anorexia, ortorexia és a falási rohamok? Hát szerintem ilyen kettő és fél biztosan. Ez jó hosszú volt azért. Igen. És maradványai szerintem örök életemben lesznek. Most úgy beszélgetünk erről, mintha azt mondanánk, hogy ez a legkitettebb korosztály az a tizenévesek, és azokból is a hölgyek. Mi lehet még az oka, hogyha mondjuk egy picit följebb lépünk, és mondjuk korba is följebb lépünk egy 10-15 évet? A háttértényezők attól nem változnak, tehát hogy nagyon sokszor lehet azt látni, hogy tehát kezdeni mondani, hogy nagyon tág lett most már a spektrum, tehát még korábban mondjuk az evészavarokat 13, mondjuk egy anorexiát 13-15 év közé lehetett tenni, egy bulimiát meg mondjuk 16-18 év közé, most már nem olyan rég volt egy család nálunk, akiknél 10 éves volt a lány, 10 éves anorexiás. De nem ritka az sem, amikor mondjuk 40 évesen jelentkezik 38 éves kezdettel, és most 40 éves a hölgy. Tehát mi ugyanarra lehet visszavezetni mindegyik esetben,
ha korai kezdés van, ha későbbi, pontosabban azt mondom inkább, hogy a család minden esetben érintett. A család az elsődleges közegünk. Hiába, hogy valaki elköltözött, lehet azt mondani, hogy már vagyunk külön él, ez akit említettem most, hogy 30 évesen kezdődött nála, ő külföldön él, tehát már elvileg levált, de a családjáról, de valójában ez nem történt meg. Hiába, hogy lakik egy másik országban, ez a leválás nem történt meg. Tehát akkor ennek lehet egy, most idézőjelesen mondom, de egy nagyon hosszú lappangási ideje is, mert azt gondolom, hogy mondjuk ennél a páciensnél valószínűleg ezek az elakadások azért 10 éves korba kezdődtek, amiket nem tudott feldolgozni, és egyszer csak előjöttek egy hosszú lappangási idő után. Ezek lettek a tünetei. Igen. Hát azért vannak már mutatói, hogy mondjuk ez alatt a 30-valahány év alatt nem volt párkapcsolata, meg még egy csomó olyan dolog, amiből lehet arra következtetni, hogy itt valamiféle elakadás van. Próbáljunk egy picit erről a három kategóriáról beszélni, ami itt ugye az adás előtt szóba került, tehát az anorexia, a bulimia és a falási... Falászavar. Falászavar. Ugye ez volt a harmadik. Kezdjük az anorexiával. Talán ez a legismertebb. Ezt most akkor már be tudjuk lőni, hogy ezek szerint itt is nyílt az olló, abszolút. Tehát meg lehet 10 éves kortól beszélni egészen. Eddig is 10 éves volt, csak a klasszikus serdülőkor előtt is lehet már ezt tapasztalni. Mik a legfőbb tünetei, ha lehet tünetekről beszélni? Ugye az okot azt már kicsit körbejártuk, hogy mi lehet. Hát tünetek köré általánosan a szakirodalom sorolja például a sárgás bőrt, a pelyhes hajat, ugye a kóros soványságot, De tünet például lehet az, hogy ilyen megrögzött táplálkozási szokásai vannak, például rendezgeti bizonyos sorrendben az ételeket, vagy például az, hogy tényleg nincsen abszolút semmilyen betegség tudata. Tehát rengetegféle fajta lehet, nyilván vannak tipikusabbak, de egyénenként ez szerintem nagyon eltérő lehet. Ami minden anorexiásra jellemző, az, hogy alacsonyabb a súlya. Tehát úgy mondjuk, hogy van a neme, és az életkora és a testmagassága szerint egy elvárt minimum súly, és ehhez képest legalább 15%-kal alacsonyabb. Tehát van egy jelentős súlyhiány. Azért emellett van, tehát a súlyhiány mellett egy másik dolog is megjelenik. Megjelenik az, hogy fél a súlygyarapodástól, tehát hogy megjelenik egy ilyen súlyfóbia, és megjelenik egy testképzavar, ami gyakorlatilag csak a saját testére terjed ki. Vagy adott esetben nem mer enni mások előtt, nem mer enni a szülei előtt, félve beszél az ételről, hirtelen nagyon válogatós lesz, nem akarja megenni azt, nem akar elmenni olyan közösségi eseményekre, vagy olyan dolgokra, ahol enni kell például. Ehhez kapcsolódnék, hogy a szülők talán ezt szokták a legelső körben kiemelni, hogy elkezdenek veszekedések lenni az étkező asztal körül. Tehát ez a, ha valami, akkor ez az első. Ez egy ilyen nagyon szembetűnő, miért nem szedsz, és akkor nem eszik annyit. Azt gondolom, hogy az első időszakban alapvetően az anorexiás páciens az pozitív visszajelzéseket kap, elkezdi veszteni a súlyát, és valahol a társadalom mindig pozitívan reagál. És valószínűleg ezért számára is ez egy pozitív dolog lesz, hogy én most nem ettem, nem figyeltem oda. De aztán egyszer csak átbillen ez a történet, és akkor valószínűleg itt van az, amikor már ugye a külső szem is azt látja, hogy itt valami baj van, de a saját szemünk már azt látja, hogy hát, hogy baj van, csak pont fordítva, tehát, hogy nem sovány vagyok, hanem még itt is gond. Tehát azért ez elég hosszan elhúzódhat, ha valaki mondjuk nem egy drasztikus hirtelen fogyással áll be, hanem elkezd csak folyamatosan egyre kevesebbet tenni, mert hogy pont az olyan visszajelzést kap a társadalom, hogy jó az, amit csinálsz. Igen, ezt nagyon sokszor lehet, és hozzák is a betegek, mint problémát, hogy eddig hogy örültek, vagy mondjuk mennyire probléma volt az, hogy túlsúlyom van, vagy nem nézek úgy ki, ahogy a szüleim elvárták volna tőlem, aztán elkezdtem fogyni, akkor végre olyan voltam, mint amilyennek elvártak, most meg megint nem vagyok megfelelő. Tehát a súlykérdés, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt szoktam mondani, hogy ne nagyon beszéljünk egyébként, tehát hogy egy egészséges családban ne beszéljünk arról, hogy valakinek itt van egy kicsi felesleg, ott egy kicsit soványabb, mert hogy ez olyan, hogy nekem egyenes a hajam, neked göndör, ő szőke, nekem világosabb a bőröm, másnak barnább, ez egy adottság, ez ne adjon hozzá valakinek az értékéhez, vagy vegyen el, amikor gyógyulnak is a betegek, ne adjanak visszajelzést arra, hogy na most már egy kicsit jobban nézel ki, mert ezt ők úgy értelmezik, ahogy ők szeretnék. Úgy érzem, hogy átélted minden egyes pillanatát az elhangzott szavaknak. Igen, és ez tényleg
annál rosszabb érzés kevés van, amikor észrevetted, hogy van baj, és eldöntötted, hogy jó, változtatsz, eszel egy kicsit többet, és vasárnap a családi ebédnél mondjuk nem tudom, megeszed azt a fánkot, és jönnek azok a megjegyzések, hogy na mi van, most már ilyet is lehet enni, meg jaj, de jó, végre kikerekedett az arcod, hú, de jó, hogy végre van rajtad hús, ezek eszméletlen rosszul tudnak esni, és ezek azok a kis apró lökések, amik úgy elindítanak újra vissza a lejtőn. Neked van váltópont, vagy van ilyenkor egy váltópont? Amikor mondjuk nálad volt egy, amikor nagyon tudtad, hogy na jó, most változtatok, és ez nem így fog működni? Volt szerintem, de viszont én szerencsére lekopogom, nem jutottam el teljesen a padlóra, tehát én nem estem bele annyira nagyon-nagyon durván ebbe az egészbe, hogy esetleg kórházba kerültem volna. Volt egy pont, érettségi előtt biológia faktos voltam, és pont a BMI-ről és a testképzavarokról tanultunk, és emlékszem, hogy a könyvemnek a kis margóján oldalt kiszámoltam a saját BMI indexemet, ami a kórosan sovány tartományba esett. És mentem haza a vonaton, felhívtam anyukámat, teljes mértékben kiakadtam neki, hogy hát ez hogy lehet, hogy pont most akartam fogyni, és hogy ez szörnyű, hogy kórosan sovány, hogy lehet ilyen csúnyát mondani. És utána kezdtem el amúgy kicsit így elgondolkozni saját magamban, hogy amúgy ez lehet, hogy így tényleg nincs rendben. Valakinél van ilyen váltópont, mármint én nagyon-nagyon jól lehorgonyozható váltópont, valakinél pedig kevésbé, tehát egy hosszabb folyamat, amíg eljut odáig, hogy változtatnia kell, vagy egyszerűen valami kényszerkezelés hatására változik, és utána vált át, kattan át, ahogy a szülők szokták mondani. Ez egy fontos lépés a terápia megkezdésénél, hogy kezdjünk el dolgozni a motivációján, hogy ő amúgy miért akar változtatni. Úgy szoktuk oda, hogy van a személyiségének egy ilyen kis része, 5%, ami nem ő, hanem ez a betegség. Az összes többi része szerethető, elfogadható, de ezt a betegséget próbáljuk meg együtt legyőzni. És mik azok a dolgok, amik neki azóta rosszak? Mik változtak negatívba, mióta ő nagyon sokat fogyott? És akkor valaki teljes mértékben ellenálló ezzel kapcsolatban, valaki azt mondja, hogy hát mondjuk zavarja őt, hogy már kevésbé tud koncentrálni, mert most már anya megveri őt memóriajátékban, eddig még sose verték meg, fázik, meg stb. És akkor valamibe bele lehet kapaszkodni. A szociális életet mennyire teszi tönkre? Tehát, hogy egyrészt persze a fizikálisan az ember fogy, teste változik, etc., de hogy szociálisan mondjuk azt érezted, hogy a baráti köröd megsínli ezt, Nekem személyes tapasztalatom szerint amúgy majdnem, hogy teljesen. Mert azzal, ahogy például bennem kialakult ez a betegség, teljesen elzártam magam. Nem szerettem magam, és ez nem tudom, hogy a betegség miatt volt-e, vagy ennek a hatására lett már a betegség, de teljesen elzártam magam mindentől és mindenkitől. Tényleg nem akartam olyan helyekre menni, ahol mondjuk a többiek isznak vagy esznek, mert akkor tudtam, hogy jönni fognak ezek a kínos megjegyzések, hogy te miért nem eszel, vagy ez most nem fér bele a diétádba, és nem akartam magam kitenni ennek, hogy szembesülnöm kelljen azzal, hogy valami nem úgy csinálok, mint a többiek. Úgyhogy nekem abszolút nagyon sok barátságom, kapcsolatom ráment, és nyilván egy idő után már nem csak a barátaimmal, hanem a családommal is, tehát visszaemlékszem, a saját ballagási ebédemen nem ettem meg azt, amit a többiek. Így teltek el karácsonyok, születésnapok, ünnepek, hogy én mindig kihúztam magam így a közösből. Igen. Az jutott eszembe, hogy ez az egyik oldala, az egyik oldala az, amikor megsínlik a barátságok, és ezt tényleg lehet látni, hogy nincs kedvük elmenni, nincs energiájuk egy idő után elmenni, nem akarnak konfrontálódni ezekben a helyzetekben. De a másik az, és ez már a kiváltókok között van, hogy nincs olyan szociális háttere egyes klienseknek, ami
ugye a leváláshoz ez kellene, hogy én leválok a szüleimről, ez nem azt jelenti, hogy önálló keresetem lesz, hanem egy ilyen érzelmi leválást jelent, és van egy másik befogadó közeg, ahol szeretettel várnak a kortársak. És sokszor lehet azt látni, hogy az anorexiásoknál ez hiányzik előtte. Nem mindenkinél, de valakinél, sokaknál igen. És nincs meg az a húzóerő, ami azt mondaná, hogy gyere, jó leválni a családról, mert mi itt vagyunk. Azt jut eszembe, hogy még közben azon gondolkodom, hogy akkor mik a megoldások egy ilyen problémánál, tehát hogy mit lehet tenni, mert hogy itt a beszélgetés végén azért ne csak azt mondjuk el, hogy milyen gondokkal járhat és milyen tünetei vannak, hanem hogy mit is kell tenni akkor, hogyha mondjuk ezt észleljük a családunkba, valamelyik családtagunknál, hogy tudunk segíteni neki. Mert azt gondolom, hogy a közvetlenül ez a rárontó segítség, ez nem fog működni. A tukmálás az kifejezetten ellene megy. Ugye itt ez beszélgetésen említettem az önállóságot, tehát az, hogy már pedig egyél, vagy addig nem kelhetsz fel, amíg ezt meg nem etted, ezzel nem megyünk semmire, csak az ellenállását fokozzuk. Tehát ezzel nem jó. Biztos, hogy kell szakember segítségét az biztos, kérni. Anélkül nem fog valószínűleg menni a dolog, ez az otthon én majd megoldom magamban. Ez egy biztos pont. Igen. Gondolom, hogy a sport az például egy jó megoldás lehet. Az elején nem. De az tehát elején nem. Ez mondjuk attól függ, mert most kifejezetten az anorexiáról beszéltünk, bulimiánál igen, de ott is azért beszéljünk arról, hogy mikor. Hát igen, meg azt gondolom, hogy egy anorexiás nem is kifejezetten biztos, hogy... életveszélyes, hát ha alacsony. Hát edzést nem tud végezni, hát nem tud súlyokat emelni. De tud, ami a tudnak, olyan súlyokat tudnak megemelni, igen? Hogy elképesztő, igen. De hát ez nem valószínű, hogy a fizikális egészségének jót tesz. Biztos, hogy nem. Nem. Nekem amúgy pont ez okozott az egész folyamatban egy ilyen nagy hullámot, mert nekem akkor kattant be ez az egész anorexia, miután átestem egy műtéten, utána a felépülés alatt valami történt így az életemben, az agyamban, és akkor eldöntöttem, hogy nem eszek. Nem voltam annyira rosszul, egészen addig, amíg az orvos azt nem mondta, hogy nagyon lefogytam, ugye az ízom, minden elment, és akkor elkezdtem menni konditerembe. És akkor ott még jobban indultam az elején a lejtőn, harmad gyenge voltam, de csináltam a dolgokat, még többet edzettem, még többet kardióztam, és ugyanúgy nem ettem semmit, és akkor jött szépen a mélyrepülés, majd utána ugye jött ez a kattanás megint, hogy átfordult az agyamba, és utána viszont már segített a sport. Már említettük a bulémiát, tehát hogy például ott jól lehet a sport, de akkor valószínűleg ott se kell rögtön avval kezdeni, hogy elmegyek heti ötször edzeni. Tehát, hogy nem feltétlenül az egy ilyen drasztikus változással. A drasztikus változások semmiben sem jók. A bulémiánál nagyon sokszor használják, a bulémiát sokan úgy képzelik el, hogy azért, mert szerintem ez a sztereotípia, hogy valaki nagyon sokat eszik és hány. De valójában a bulimia az falásrohamokról és kompenzálásról szól. Ez a kompenzálás más is lehet, nem csak hánytatás. Ez a kompenzálás lehet egy koplalás, mondjuk a napban egy koplalásos időszak, lehet egy túlzásba vitt testedzés, lehet hashajtózás, vizelethajtók, fogyasztó tablettáknak a használata, tehát kompenzálni szeretném. Nagyon sokan ezzel szeretnék, a sporttal. És egy ilyen testedzés függőség alakul ki. Ja, hát mert hogy itt arról van szó, hogy először falok, és aztán a falás miatt bűntudatom van, hogy Jézus Isten, mit csináltam, és akkor ennek nagyon sok verziója lehet. Mondjuk az, aki ezután leszalad az edzőterembe és edz, azra még azt gondolnánk, hogy ez a legjobb variáció, de valószínű, hogy ez se megoldás. Nem, tehát ugyanezt az ördögi kört tartja fent. Igen, mert hiába lehet mondjuk a nap végén, mondjuk azt, hogy egálban, mert nyilván egy falási rohamnál kell az ember meg tud enni, 3-4 ezer kalóriát is, még nem tudom, egy órát a futópadon elégett 200-at, de hogy attól függetlenül a problémának a gyökere, az a mentális dolog, ami miatt kialakult, az a falási roham, majd utána a lelkiismeretfordulás, majd a kompenzálás, az attól nem szűnik meg, mert hogy az ember ledolgozta azt a kalóriát, amit megevett. Azért alapvetően olyant is látunk, mondjunk is példát, az édesanyámnál például az volt, amikor még otthon éltem, hogy neki ilyen csoki, rátört a csokoládé őrület, és akkor az volt, hogy konkrétan megmondta, nem kellett sok, megmondta, hogy mit tudom, két melba szeletet, meg két párizsi kockát hozzá már föl, és akkor azt megette, hogy ez is egy étkezési zavar. Önmagában, amit most elmondtál, mind mennyiségügyileg, mind csak amennyit erről a történetről tudok, ez nem étkezési zavar. Tehát itt mondjuk a bulimiánál, vagy falászavarnál, ahol nincs kompenzálás, ugye ez a különbség a falászavar és a bulimia között, ott egy
borzasztó nagy mennyiség elfogyasztása történik. Én ezt értem. Tehát ez mondjuk különbség, amit mondjuk itt a édesanyát csinálhatott, lehet egy túllevés, túllevése mindenkinek van, nekem is, neked is, a nézőknek között is. Ha érzelmi okokból eszem, és ez is lehetett itt mondjuk az édesanyádnál, akkor az már lehet egy betegség, akkor, hogyha ez sokszor fordul elő, tehát ez az én megoldási stratégiám egy stressz helyzetre, mindig. Vagy leggyakrabban. Akkor igen. Ha most az előfordult havi egyszer, hát Istenem. Havi egyszer fordult elő. Lehet-e olyan fajta evészavara az embernek, vagy étkezési zavara, ami elkíséri az egész életén keresztül? Azért mondjuk anorexia esetében mondjuk az 50%-a gyógyul a betegeknek, 100%-osan, tünetmentesen. A 25%-uk valamilyen tünetet magán hordoz, akár élete végéig is. Lehet ez mondjuk testzsírfóbia, vagy súlynövekedés kontrollálása borzasztó mértékben. Na mindegy, a 25% viszont nem változik és stagnál, és ebből a 25%-ból kerül ki a halálozás, ami anorexia esetében nem csak azt mondható, hogy magas, hanem az összes pszichiátriai betegség között a legmagasabb. Olyannyira, hogy most nézzük a serdülőket, fiatal lányokról van szó, tehát a gyerekkori leukémiát veri az anorexia halálozásban. Tehát ez egy borzasztó nagy szám, mondjuk 8-10%-uk 10 éven belül meghal, 20%-uk meg 20 éven belül, tehát ez egy nagyon magas szám. Most van is egy 54 éves betegem, 16 éves kora óta bulimiás, minden nap, minden étkezés után hányt, legalább egyszer ebben a 16 éves kora óta, és most ott tart, hogy heti egyszer-kétszer fordul neki elő. Tehát ez egy borzasztó nagy változás ahhoz képest, ami volt, ennyi idő után is. Tehát, hogy igenis lehet javulni, még nagyon-nagyon sok idő után is, hát kemény meló, meg hát, kitartás kell hozzá. Hogy klasszikus példánál maradjak, ingyen ebéd nincsen, ahogy szokták mondani, tehát, hogy azért meg is kell dolgozni azokért a dolgok, hogy valami változás történjen, vagy pozitív változás történjen az életünkbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Figyeljünk oda a szeretteinkre, figyeljünk oda egymásra, és talán az a legfontosabb, hogy nyitott szívvel, nyitott lélekkel nyúljunk feléjük, és ne vádaskodva, ne elítélve. Segítőkészen. És segítőkészen. Köszönöm szépen. Jövő hét kedden egy újabb izgalmas témával jelentkezünk még hozzá, mivel nem sokára március 15, így egy picit a forradalommal fogunk foglalkozni, akkor is tartsatok velünk. Sziasztok, szép estét mindenkinek!